12. fejezet Izraelnek tett ígéret Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendő vala, és kiméne, nem tudván hová megy. Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván, izsákkal és jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Hit által nyert erőt sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, mégpedig mint egy kihaltól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Hídben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallástevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre így azonban jobb után vágyódnak, tudni illik mennyei után. Azért nem szégyeli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost. Zsidók 11. 8 16-ig örökösök Az első dolog az, amit észrevehetünk ebben a Biblia szakaszban, hogy minnyájon örökösök voltak, már láttuk, hogy Ábrahám életében csak egy örökös volt, mert meghalt, mielőtt magja visszatért a fogságból. De Izsák és Jákob, a közvetlen leszármazottai, szintén örökösök voltak. A gyermekek apjukkal együtt ugyanazon ígéretnek örökösei voltak. Sőt, Ábrahámból származott mag olyan volt, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Ezek szintén az ígéret örökösei voltak, mert hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallástevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Figyeljük meg, hogy Ábrahám leszármazottainak nagy sokasága hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket. Vegyük észre a kifejezést: nem nyerve meg az ígéreteket. Nem arról szól, hogy nem kapták meg az örökség egy részét, hanem semmit sem kaptak. Minden ígéret csak Krisztusban van, aki a mag, és nem teljesíthető azok számára, akik az övéi, mielőtt nem teljesül Jézus számára, és ő még mindig vár arra, hogy ellenségei lábai alá kerüljenek. Ezek a versek leírják, hogy mind hitben haltak meg anélkül, hogy megkapták volna az ígéreteket, kijelentve, hogy idegenek és vándorok ezen a földön, és a versek összhangba vannak Dávid király szavaival, melyeket az egyiptomi szabadulás után több száz évvel mondott. Jövevény vagyok te nálad, zsellér, mint minden én ősöm. Zsoltár 39.12 amikor hatalmának csúcsára érkezett, átadta királyságát fiának, Salamonnak, az egész nép jelenlétében, és így szólt. Mert mi csak jövevények vagyunk te előtted, és zselérek, amint a mi atyáink is egyenként, ami életünk napjai olyanok a -e földön, mint az árnyék, melyben állandóság nincsen. Egy krónika 29.15 az okot, amiért ez a megszámlálhatatlan sokaság nem kapta meg az örökséget, a következő szavak magyarázzák meg. Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. Zsidók 11.40 Egy város és egy ország Ábrahám egy erős alapokkal bíró várost várt, amelynek Isten az ura és építője. A Várost jelenések könyve írja le 21. fejezet 10-14-ig és a 19. versek. És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne vala az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta jáspis köhöz. És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, amelyek az Izrael fiai tizenkét törzsének nevei. Napkeletről három kapu, északról három kapu, délről három kapu, napnyugatról három kapu és a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a bárány tizenkét apostolának nevei, és a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drága kövekkel. Ez csak egy részleges leírása annak a városnak, amelyet Ábrahám várt. Az ő leszármazottai szintén várták, mert az ősi proféciákban szintén a város leírásáról olvasunk lehetett volna házuk a földön, ha szerették volna. A káldeusok országa ugyanolyan termékeny volt, mint Palesztina országa, és számukra elegendő volt ideiglenes lakásnak, mint bármely ország. De egyik ország sem elégítette meg őket. Jobb után vágyódnak, tudni illik mennyei után. Azért nem szégyeli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost tartsuk észben ezt a Biblia szakaszt, mert kísérni fog bennünket az Izrael gyermekeiről szóló minden későbbi tanulmány során. Ábrahám igazi gyermekei sohasem ezen a földön várták az ígéret beteljesedését, hanem az új földön. Izsák egy szemléltetés a menyei ország iránti vágy nagyon könnyen átsegítette az igazi örökösöket az átmeneti problémák legyőzésében, amint Izsák élete is szemlélteti. A filiszteusok országában maradt és ott vetett, és lett neki abban az esztendőben száz anyja, mert megállá őt az úr. És gyarapodik az a férfiú, és előbb-előbb megy vala a gyarapodásban, míg nem igen nagyjá lőn és vala neki apró és öreg barma, és sok cselédje. Irigykedének ezért rá a filiszteusok. És mindazokat a kutakat, amelyeket az ő atyának szolgái, Ábrahámnak, az ő atyának idejében ástak vala, behányák a filiszteusok, és betölték azokat földdel. És mondta Abimélek Isáknak, menj el közülünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunknál. Elméne azért onnan Izsák, és Gérár völgyében voná fel sátrait, és ott lakék. 1 Mózes 26. 12-17-ig Noha Izsák erősebb volt mindazoknál az embereknél, akiknek országában lakott, de kérésükre távozott pont akkor, amikor legjobban ment a dolga. Nem akart harcolni egy földi jólét birtoklásáért. Ugyanilyen lelkülete volt, amikor Gérárban lakott. Izsák szolgái újra ásták azokat a kutakat, amelyek ábrahámi voltak. Ástak a völgyben, és élő vizet találtak. De Gérár pásztorai vitatkoztak velük, mondván a víz a miénk. Így hát elmentek, és ástak egy másik kutat, de Gérár pásztorai azt is magukénak mondták. És tovább vonula onnan, és ás a más kutat, amely miatt nem versengének, azért nevezét, nevét, Rehobótnak, és monda, immár tágas helyet szerzett az Úr minékünk. Olvassátok el egy Mózes 26, 18, 22 verseket. És megjelenék neki az Úr azon az éjszaka, és monda, Én vagyok Ábrahámnak, a te atyádnak istene, ne félj, mert teveled vagyok, és megáldalak téged, és megsokasítom a te magodat Ábrahámért, az én szolgámért. Oltárt építe azért ott, és segítségül hívá az úrnak nevét, és felvoná ott az ő sátorát. Izsák szolgái pedig kutatásának ottam. 24-25 vers Izsák egy jobb ország ígéretét kapta, azaz egy menyei országét és ezért nem akart vitatkozni néhány négyzetmérföldért ezen a bűntől átkozott földön. Miért tette volna? Ez nem az úr által ígért örökség volt. Miért harcolt volna egy olyan ország részért, ahol csak egy utazó volt? Igaz, meg kellett élnie, de megengedte, hogy ezzel az úr foglalkozzon. Amikor egyik helyről kitoloncolták, elment egy másik helyre, míg végül békét talált, és akkor azt mondta, immár tágas helyet szerzett az úr minékünk. Ezzel megmutatta Krisztus valódi jellemét. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. 1. Péter 2.23 23. Itt egy példát látunk. Ha Krisztusé vagyunk, akkor Ábrahám magva vagyunk és ígéret szerint örökösök. Ezért Krisztus tanításait fogjuk követni. Íme az egyik. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul téged jobb felől, fordíts felé másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. Máté 5. 39-40 sok keresztény ezeket a szavakat fantáziának és gyakorlatlannak mondja. De aki tisztelettel olvassa el őket, jogi folyamatokkal kapcsolatos tanácsokat fog találni bennük. A kegyesség ugyanolyan hasznos ezen a világon, mint az eljövendő világban. Krisztus egyetlen tanítása sem avult el, hanem mindegyik a mindennapi életben való használatra szolgál de mindenünket elveszítjük ezen a világon, ha a Biblia vers szerint cselekszünk. Ilyeneket hallunk. Nos, akkor sem lennénk rosszabb körülmények között, mint Krisztus volt ezen a földön. Azonban emlékezünk el arra, hogy a ti menyei atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Az, aki a verebekről is gondoskodik, képes ellátni azokat, akikre az ügyét bízza. Láttuk, hogy Izsák akkor is gyarapodott anyagilag, amikor nem harcolt a jogaiért. A szüleinknek tett ígéretek nekünk is szólnak, és pontosan ugyanaz az Isten teszi. Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen, mint egy zselérek abban, és egyik nemzettől a másikhoz bújdosának, egyik országból a másik néphez nem engedi, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyítek miattuk, mondván, meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én profétáimnak ne árcsatok. Zsoltár 105, 12 15 -ig. Ugyanaz az Isten gondoskodik azokról, akik bíznak benne, az örökség, amelyet az úr megígért népének, Ábrahám magvának, nem a harcukkal nyerhető el, kivéve a lelki fegyverek, Krisztus páncélja, sátán seregei ellen. Azok, akik Isten megígért országát keresik, kijelentik, hogy idegenek és vándorok ezen a földön. Ők nem használnak kardot önvédelemért sem, még kevésbé a hódításhoz. Az óra védelmezőjük. Ő kijelenti. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi az erejét, az úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az úrban bízik, és akinek bizodalma az úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Jeremiás 175 8 -ig. Isten nem ígérte, hogy minden rosszat azonnal eltávolít az életünkből, de nem felejti el a szegények kiáltását, és kijelenti: Ennyi a bosszúállás. Én megfizetek, ezt mondja az Úr. Róma 12:19. Ezért azok, akik Isten akarata szerint szenvednek, bízzák meg Őt lelkük megőrzésével, mint hűséges teremtőt. 1. Péter 4:19. Teljes bizalommal tehetjük meg ezt, mert tudom, hogy felfogja az Úr a szegények ügyét, a nyomorútaknak jogát. Zsoltár 140:12. Ézsau hűtlensége Ézsau esete még egy bizonyítékkal szolgál arra, hogy Ábrahámnak és Magvának megígért örökség nem ideiglenes volt, melyet ebben az életben kellene élveznünk, hanem egy állandó örökség az eljövendő életben. A Szentírás a következőképpen írja le ezt a történetet. Monda Ézsau Jákobnak, engedd, hogy ehessem a veres ételből, mert fáradt vagyok ezért nevezzék nevét Edomnak. Jákob pedig mondta, add el hát nekem azonnal a te első szülöttségedet. És mondta Ézsau, ímé én halni járok, mire való hát nékem az én első szülöttségem. És mondta Jákob, esküdjél meg hát nekem azonnal, és megesküvék neki, és eladá az ő első szülöttségét Jákobnak. Akkor Jákob ada Ézsaunak kenyeret és főtlencsét, és evék, és ivék, és felkele, és elméne. Így veté meg Ézsau az első szülöttséget. 1 Mózes 25. 29 34 -ig. A zsidó írt levélben Ézsau istentelennek van nevezve, mivel hogy eladta az első szülöttségi jogát. Ez arra utal, hogy a butaságon kívül volt még valami ebben a tranzakcióban. Mondhatnánk, Gyerekes eladni az elsőszülöttségi jogot egy tál ételért, de itt rosszabb történt, mint egy gyerekes cselekedet. Ez egy szörnyű dolog volt. Ez a cselekedet bizonyította a hűtlenségét, mely által megvetette Isten ígéretét, amit apjának tett. Figyeljük meg Ézsau szavait, amikor Jákob azt kérte tőle, hogy adja el neki az elsőszülöttségi jogot. Imé én halni járok, mire való hát nekem az én első szülöttségem. Jelenlegi helyzetén kívül nem volt semmi reménye, nem tekintett a jövőbe. Egyáltalán nem volt biztos semmiben, ha azt nem uralja a jelen életében. Kétségtelen, nagyon éhes volt. Talán azt is gondolta, hogy hamarosan meg fog halni, de a halál esélyesen változtatta meg a gondolatait Ábrahám és a többiek iránt. Ezek hitben haltak meg, anélkül, hogy megkapták volna az ígért dolgokat, de meg voltak győződve róluk, és örömmel fogadták őket. Ézsónak nem volt ilyen hite. Nem hitt egy síron túli örökségben. Mindent azonnal akart megszerezni ezért adta el az első szülötség jogát. Jákob cselekedete egyáltalán nem dicséretes. Természetes hajlamát követve úgy cselekedett, mint egy csaló. Esete a könyörtelen és tudatlan hit példája. Úgy gondolta, hogy Isten ígéretével valami gond van. Hitt abban, hogy szüleinek megígért örökséget meg fogják kapni, de olyan kevés lelki tudása volt, hogy azt feltételezte, az Isten ajándéka pénzen vásárolható meg. Tudjuk, hogy Ábrahám is valamikor azt hitte, hogy Isten ígéretét neki kell véghez vinnie. Kétségtelen, Jákob ugyanúgy gondolkodott, mint sokan mások. Isten azokon segít, akik segítenek magukon. Ezt követően Jákob jobb tanuló lett, valóban megtért, és gyakorolta őszinte hitét, ugyanúgy, mint Ábrahám és Izsák. Az ő esete bátorítás lehet számunkra, mert rámutat arra, hogy mit tehet Isten egy olyan emberrel, aki nagyon rossz hajlammal rendelkezik, és átadja magát Istennek. Ézsau esete figyelmeztetésként van előttünk. Pálapostól a következőket írta. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztettessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelem, mint Ézsau, aki egy ételért eladta első jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, Noha könyhulatással kereste azt az állást. Zsidók 12-14-től 17-ig. nem az egyetlen tudatlan és profán személy volt a világon. Ezren tették ugyanezt, annak ellenére, hogy ostobasággal vádolták Ézsaut. Az Úr minnyájunkat elhívott, hogy részesei legyünk az Ábrahámnak megígért örök dicsőségben ádott az Isten és ami mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. 1 Péter 1. 3-5 -ig. Az igazság örökségét akkor kapjuk meg, ha hittel engedelmeskedünk Isten szent törvényeinek a tíz parancsolatnak. De amikor az emberek megértik, hogy ez magába foglalja a hetedik nap megtartását is, a szombatot, amelyet megtartott Ábrahám, Izsák, Jákob és egész Izrael, csóválják a fejüket. Nem, mondják ők, ezt nem tudom megtenni. Szeretném, és látom, hogy ez egy kötelesség, de ha megtartanám ezt a napot, nem tudnék megélni. Kirúgnak a munkahelyemről, és éhen halnék a családommal együtt. Pontosan így gondolkodott Ézsau is. Majdnem éhen halt, vagy legalábbis ezt gondolta, ezért szándékosan és szabad akaratából eladta az első szülöttségi jogát, hogy ehessen valamit. De a legtöbb ember még addig sem jut el, hogy a halál küszöbén álljon, és már is feladja az örökségi jogát, csak hogy egyen valamit. Ők nem létező veszélyeket képzelnek el. Senki sem hal meg éhen, ha Isten szolgálja. Az életünkben minden körülmények között teljes mértékben függünk tőle, és ha megtart minket, amikor megszegjük törvényeit, akkor minden bizonyal megtarthat bennünket, amikor őt szolgáljuk. A megváltó kijelenti, hogy a jövő iránti aggodalom, az éjségtől való félelem a pogányság jellemzője, és ezt a pozitív bizonságot kínálja nekünk. Ha nem keresétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Máté 6.33 a Zsoltáros kijelenti: Gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottál lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Zsoltár 37. 25. Még ha Isten igazsága miatt elveszítjük is az életünket, mellettünk állnak a hithősök, zsidók 11-ből. Őrizzük magunkat, hogy ne vegyük könnyedén Isten ígéreteinek gazdagságát, és eladjuk az örök örökségünket egy darab kenyérért, és amikor már túl késő lesz, rájöjjünk arra, hogy nincs már lehetőség a megtérésre. De Present Rút, 1896. július 23.